Most már Bognár fordulhat, német Lesről jön vissza. Ő kapja meg a labdát, Stieber a jobb oldalon. Bognár pedig indul a bal oldalon. Stieber kapja a labdát. Hat védő a három támadóval szemben. Így is van lövés, és van gól is. Mert hogy senki nem figyelt német Krisztiánra, és megszerzi a vezetést az MTK a negyedik perc végén. A nyolcadik gólja ebben a szezonban, ő a második leggólerősebb játékosa az MTK-nak ebben az idényben. Bognár mögött 1-0. Horváth Dávid megtapsolja ezt a játékot. Tessék nézni, három támadó a hat védőre. Stiebert sem támadják, Némettől is messze helyezkedik a védő. Ő pedig kapásból ellövi, és külövi a rövid alsót.